A városalapító atyák szobránál tartott csütörtöki megemlékezés és koszorúzás után a péntek délelőtt a helyi értékek ünneplésének jegyében telt a Városházán a Városnapok keretein belül. Az eseményen a legutóbb újonnan felvett helyi értékek gondnokai és javaslattevői kaptak emléklapot az értékekért vállalt gondozó, népszerűsítő és megőrző munkáért. Közöttük volt Nagy Szabina önkormányzati képviselő is, aki a Józsavárosi Napok rendezvény értékgondnokaként és egyben javaslattevőjeként vehette át az elismerést. A Józsavárosi Napok című rendezvény egy 50 éves múltra tekint vissza. 2024. augusztus 17-én kívánjuk megrendezni az 50. Józsavárosi Napokat. Ez azt gondolom, hogy egy olyan érték, amely méltán elfoglalhatja a helyét a települési értéktárba, hiszen Nyíregyháza hírnevét és magát a józsavárosiakat gazdagítja majd ezzel. A Józsavárosi városrész ugye egy 50 éves múltra tekint vissza, és amikor az első lakók oda költöztek, akkor ők hívták életre ezt a kezdeményezést, amely azóta hagyománynak minősül. Legutóbb 9 új értékkel bővült a települési értéktár, így a bizottság már összesen 68 helyi értéket tart számon. Bárki javaslatot tehet ezekre, a Józsavárosi Napok mellett így kerülhetett be az értékek közé a Nyíregyházi Városháza épülete, a Móricz Zsigmond Színház épülete is kimagasló kultúra közvetítő szerepe, a Bencs Villa épülete is kimagasló kultúra közvetítő szerepe, Toma András az utolsó magyar hadifogoly életútja, Burger István emlék kezete, Németh József táncdalénekes, énekes zenetanár zenei életműve, a Túróci Zoltán evangélikus óvoda és magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola épülete, valamint Sebestyén Sándor szobrászművész életműve. A szobrászművész gyermekei, akik nagy megtiszteltetésnek tartják, hogy édesapjuk bekerült a nyíregyházi halhatatlanok közé, maguk is részt vettek az eseményen. A fia egyenesen Dubájból repült haza, hogy személyesen vehesse át az emléklapot. Nekünk ez Nyíregyháza városától egy hatalmas elismerés, és valahogy mindig úgy éreztük, hogy édesapám rengeteget tett a megyéért, Nyíregyházáért, és megismerték a nevét, és feltétlenül azt éreztük, hogy amikor ez szóba került, hogy az értéktárba bevezetik és beavatják, az nekünk egy fantasztikus nagy hír volt, és én akkor is, mivel külföldinek elhatároztam, hogy azonnal hazautazom erre a jeles alkalomra, és ez mindenféleképpen nem csak a családunknak, hanem azoknak is elismerés, akik őt ismerték. Furcsa, hogy posztumusz történt ez a dolog, de csak megtörtént, és a munkái mindenféleképpen értéket közöltek és értéket teremtettek, ez, nekünk ez nagyon fontos dolog, ami történt. Az értékgondnokok és javaslattevők a Városháza krúdi termében dr. Kovács Ferenc polgármestertől vették át az elismerést, aki köszöntőjében kiemelte, a Városnap hagyományos várostörténeti nyitó rendezvénye szervesen kapcsolódik városunk történetéhez, így értékeink feltárásához és őrzéséhez is, amely fontos szerepet játszik az identitástudat erősítésében és a kulturális örökség átadásában. Az újratelepítés 271. évfordulóját ünnepeljük, és ilyenkor természetesen ünnepeljük és emlékezünk azokra az értékekre, amelyek ezt a várostörténetet jellemzik. Ennek vannak ugye épített örökség jellemzői, mint például ez a Városháza, ami teljesen nyilvánvaló és azonnal észrevehető, de nem mindig tudjuk általában, hogy mi minden van mögötte. Vannak szellemi értékeink, és olyan rendezvények, amelyeket ma is megtartunk, például a Tépák Fesztivál, amit ugye most már nem is tudom hány éve rendszeresen szeptemberben megtartjuk, ami egy hagyományőrzés is, nem a Városnapon van, de valójában ugyanerről szól. És ezek az értékek jelen vannak a napjainkban is, sokszor ilyen búvópatakként az elmúlt évtizedeket is átvészelve.
Az emléklapok átadása után ismertették annak a pályázatnak az eredményét, amelyet még 2023. októberében hirdetett a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság Értékes Bokortanyák címmel. A fotópályázat célja az volt, hogy a bokortanyát, mint a Magyar Értéktárba tavaly októberben felvett nemzeti értéket népszerűsítse és az utókornak megőrizze. A pályázat fontosságával kapcsolatban dr. Urik Attila alpolgármester megjegyezte, az ilyen kezdeményezések segítik a városlakók számára a helyi értékek megismerését és átadását a következő generációknak. És az, hogy a gyerekek egy távoli múltat elevenítenek fel, ezáltal azt gondolom, hogy az itt született őseiknek is emléket állítanak, és bennük is kell egy olyan ragaszkodást kialakítani a szülőhelyükhöz, vagy a választott városukhoz, amely mindenféleképpen ad egy nyíregyháziságot mindenkinek. Tehát a város csak így élhet tovább teljes pompájában, hogyha a múltját megbecsüli, de közvetíti a jövő felé. A pályázat nyertese Masa Vince, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium 11. osztályos tanulója lett, aki értékes ajándékokat vehetett át a többi helyezettel együtt. A beérkezett fotók május 31-ig megtekinthetők a Krúdi terem előtt, a hivatal nyitvatartási idejében. A városnapi rendezvény szombaton a Kossuth téren folytatódik, ahol színes programkínálat és Kowalski meg a Vega koncert várja a kikapcsolódni vágyókat.